Nagy Lászlónak a Bábolnai Városi Udvar és Bölcsőde óvodapedagógusának. Hát a Magyar Köztársaság bronz érdemkeresztjének a tulajdonosa lettem, aminek mondanom se kell, hogy nagyon örülök és nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy ezt megkaphattam, ami meglepetés volt számomra, mert nem számítottam rá. Az embernek ilyenkor sok minden eszébe jut, hogy vajon miért is én kaptam meg ezt a kitüntetést, és valóban ilyenkor nehéz magyarázatot találni rá, hiszen az ember azt gondolja, hogy nem tettem semmi különösebbet, hát csak dolgoztam 30 éven keresztül, és hát az én hivatásom, az óvodai hivatás nem több és nem kevesebb, mint a gyerekeknek a nevelése, gondozása a tőlünk elvárható legmagasabb szinten, és hát én ezt próbáltam a Bábolnai óvodában megvalósítani. Hát 1972-ben kerültem ide Bábolnára, és akkor viszonylag rövid idő után, egy jó másfél évvel már megbízott vezető lettem, de hozzá kell tennem, akkor nem ez az óvoda komplexum volt még, hanem egy kis kétcsoportos óvoda volt, a Bábolnai óvoda. Úgyhogy 1975-ben kezdték el építeni az óvoda bölcsődét, és hát akkor már én voltam a vezető. Tehát úgy is mondhatnám, hogy nem egy kész állapotba kerültem én ide, hanem többször változott ez az egész, hiszen aztán már a felépült óvoda sem lett elég, és akkor még bővíteni kellett a jelenlegi kis óvodát is két csoporttal, ami 1981-ben történt meg. Volt olyan évünk, amikor a beírt gyerekünk 240 volt. 30 évig vezettem az óvodát végül is, és én napra pontosan, mert ugye 73 december 1-én kezdtem az óvodavezetést, és 2003. november 30-án telt le az óvodavezetői megbízatásom, és mikor láttam ezt a dátumot, hát mondom, ez napra pontosan 30 év, mondom, én itt most abba fogom hagyni. Végül is nem volt olyan nehéz döntést, ezt a döntést meghoznom, mert valahogy egy ideje úgy készültem már arra, hogy szeretnék visszamenni csoportba. Szóval ez olyan hosszú idő, azt gondolom, lehet, hogy megtehettem volna, hogy még egy ciklust esetleg az óvodavezetéssel eltöltök, mert akkor pontosan már nyugdíjba mehetnék, de én azt gondoltam, hogy átadom a helyemet annak a fiatal kollégámnak, aki még teljes erővel és ambícióval tudja ezt csinálni. Nem szabad kis hitűnek lenni, hanem valóban készülni kell a pályára, dolgozni kell, és legfőképpen tanulni többet, sokfélét, mert most már a mi pályánkon is ugye az fog érvényesülni, akinek esetleg nem csak egy diplomája lesz, hanem kettő, vagy esetleg több is, tehát sokoldalú ismeretekkel fog rendelkezni, és szóval a fiataloknak ezt mindenképpen figyelembe kell majd venni, akik most készülnek, vagy már most fiatalok, de a pályán vannak. Más volt a szituáció, amikor én 31 néhány évvel ezelőtt végeztem, de ami egy nagyon alapvető dolog most is, hogy a munkát azt szeretni kell, tenni kell, csinálni kell, és szóval mindenképpen mi nemzedékünk ezt látta, tehát ez volt a minta, és szerintem bármennyire is változik az értékrend, akkor is ezt kell szem előtt tartani most is.